Tehát olyan, mint egy felosztással áll neki. De ez egy kóricsúlyos. Gyertek egy kicsit így jobban lássatok. Nem azért, hogy engem, hanem úgy így általában. Szeretettel köszöntök mindenkit! Itt vagyunk a Nemzeti Nyomozó Iroda irodája előtt, épülete előtt, és itt fogunk ma egy panaszt beadni, és erről fogok egy kicsit beszélni. A mai nap programja az úgy néz ki, hogy itt ezt a panaszt elintézzük, majd mindjárt mondom, hogy hogyan. Utána elmegyünk az Oktogonra, a bankokhoz, leplakátoljuk őket, meglátjuk, milyen lesz a reakció, mennyien jönnek még, akik ügyet szeretnének intézni, és ettől függően lehet, hogy ügyet intézünk a bankokban, de lehet, hogy csak egész nap plakátolni fogunk, ezt majd eldöntjük. Elég rugalmasak vagyunk, és pontosan ebben rejlik a mi előnyünk bármilyen más szervezetekkel kapcsolatban, hogy bármikor tudunk másképp dönteni, és bármikor más módon tudunk odacsapni a hatalomnak. Miért is vagyunk itt a Nemzeti Nyomozóirodánál? Biztosan sokan tudjátok, hogy szeptember 16-án engem előállítottak, két napig fogvatartottak, és közel 7 hónapig nyomoztak egy videó miatt, ami felkerült az internetre, ami kedvenc Viktorunk háza előtt készült, ahol is én azt találtam mondani, hogy a következő kedden be fogok szúzni egy bankirakat otthon is, mint az otthon, máskor, mint az Oktogonon. Voltak olyan erők, akiknek ez nem nagyon tetszett, hatalmas félelem alakult ki bennük, és kitalálták, hogy az, amit én mondtam, a steroid cselekmény elkövetésével való fenyegetés, és a rendőrség meg ezt bevette. Megkaptuk ugye az 535 oldal nyomozati anyagot, ebben benne van a bankok félelmei, a levelezései, és benne van az, hogy a rendőrség ezt bizony komolyan vette, és egy pillanatig, vagy valamennyi ideig kénytelen volt elhinni, hogy ez valóban terrorcselekménnyel való fenyegetés, amit én tettem. El kellett hinniük, és azt majd mindjárt rámutatok, hogy miért, mégpedig azért, mert a nyomozási anyagból kiderült, hogy jó barátságban van, de minimum negező viszonyban az OTP osztályvezetője, dr. Gera Antal, a Nemzeti Nyomozó Iroda főosztályvezetőjével, ugyanis kedves Andrásnak szólítja a levelezésében, amikor rólam írogat tényeket, vagy kevésbé tényeket. Utána néztem én ennek a Gera dolognak, kiderült, hogy egy dr. Gera Antal nevezetű tiszt, rendőrtiszt volt, köszönjük, rendőrtiszt volt 2003-ban, amikor a KNH Inter-Európa Bankot és az OTP természetesen érintő pénzmosási ügyben nyomoztak. Ő ekkor a szervezett bűnözés elleni igazgatóság egyik főosztályvezetője volt, egy dr. Gera Antal nevezetű tiszt, sokat nyilatkozott a tévében, és ugye ez volt a kulcsár ügy is, amikor ott sikkasztottak nem kevés pénzeket. Tovább menve kiderült, hogy egy már nem doktor előjellel, egy Gera Antal, a Nemzeti Nyomozóiroda koordinációs osztályának a vezetője volt, 2004-ben nevezték ki, és 2007-ben még mindig ez volt. Tehát túl sok itt a Gera, túl sok a tegeződés, túl sok a haverkodás, és akkor már nem is nagyon kell csodálkoznunk azon, hogy miután kiengedtek a sitről, akkor én bejöttem ide a nyomozóirodába, és tettem egy feljelentést. Ugyanis emlékeztek rá, találtam egy videót az interneten, ahol Léva Janikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége arról panaszkodik, hogy a bankárok el akarják vágni a férje torkát. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki ilyet mond, akkor azt tehetjük úgy, hogy egy komoly fenyegetés. Én eljöttem és itt elmondtam, jegyzőkönyvben mondtam a feljelentésemet, nem olyan túl sokára kaptam róla egy értesítést, hogy hát egyrészt engem ez nem nagyon érint, mert nem vagyok érintettje az ügynek, az én miniszterelnökömnek el akarják vágni a torkát, attól én nem nagyon izguljak. Egyébként meg nem is nyomoznak az ügyben, elutasították, tettem egy újabb panaszt az elutasítás ellen, bár megírták, hogy a panasz ellen én meg végképp nem élhetek az elutasítás miatt, de azért én ugye értem, mert nem az a típus vagyok, aki ezeket el szokta hinni, és megtettem, itt már a legfőbb ügyészség kiemelt és katonai ügyek főosztályáról kaptam meg az elutasítást, hogy ne nagyon ugráljak, már pedig ők itt nem fognak nyomozni, elvágják, nem vágják el, nem vágják el, nekem ehhez semmi közöm. Na hát ez az, amit én nem fogadok el. Mi az, hogy ha én teszek egy ugyanolyan ügyben, ahol ugyanaz a bűncselekmény, ugyanaz az ok, ami miért megtettem egy videó az interneten, ugyanabban az ügyben, ha én teszem a feljelentést, akkor nem nyomoznak,
ha az ATP egy osztályvezetője teszi a feljelentést, az Unicredit bankkal együtt, akkor meg nyomozza. Mi ez, ha nem kettős mérce? Na már pedig ezt Magyarországon tilos a jogszabályaink szerint, éppen ezért a mai napon az egyenlő bánásmód hatósághoz is be fogjuk adni ezt, ugyanis az egyenlő bánásmód elve azt mondja, hogy mindenkit egyformán kell kezelni. Nem lehet különbséget tenni politikai nézetek alapján, társadalmi holtartozás alapján, vagyoni helyzet alapján. De most nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon ez szerint mércéket állítanak fel. Például az szerint sem szabadna Magyarországon mércét felállítani, vagy másképp dönteni, hogyha valaki valamilyen érdekvédő szervezethez tartozik. Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy ez egy kicsit zavarja a hatalmat, hogy devizás érdekvédő szervezetekhez tartozunk, és én is oda tartozom, innentől kezdve, ha én mondok valamit, az nem ugyanazzal a súllyal esik labda, mint ha valaki egy másik érdekvédő szervezethez, mondjuk a bankszövetséghez tartozna. Hát ezt mi nem engedhetjük meg, úgyhogy fogom várni az egyenlő bánásmód hatóságnak a elbírását, mit szól ezzel kapcsolatban. Egy kétoldalas panasz 6 darab mellékletével, ezt most nem fogom felolvasni, kitettem már, de most önállóan is ki fogom tenni, tehát a mai üggyel kitettem, illetve a sajtóértesüléssel, ki fogom tenni, ott meg tudjátok nézni, hogy mit is adtam be ide is, és mit is adunk be oda is. Az arrogancia csúcsa, hogy ugye én küldtem egy értesítést a Nemzeti Nyomozóirodának, és hogy nem mondhassák, hogy nem kapták meg, elküldtem az ORFK-nak, a BRFK-nak és a készenléti rendőrségnek is, hogy biztos, ami biztos, hogy ma ide fogunk jönni, várjuk a Nemzeti Nyomozóiroda vezetőjét, és vegye át tőlünk a panaszt, itt van kettő példányban összes mellékletével együtt, és üzen. Azt üzenték, hogy nem veszik át. Nem indokolták, csak egyszerűen nem veszik át, de hát Ókalacival állnak szembe, és egy nagyon lelkes csapattal, mi ezt nem fogadjuk el. Úgy döntöttünk, hogy nekünk ne mondja be valaki, aki a mi adófizetőnk pénzéből él, hogy átveszi a panaszt, vagy nem veszi át a panaszt. Van egy ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség, bekopogunk oda, az nem ez, hanem itt a másik old utcán van, és én fogom kérni, hogy valaki jöjjön le, és vegye át szőlem, nyomjon rá egy pecsétet, hogy már pedig ezt a panaszt átvette, és kérem, hogy az ügyben ne csak a kényszerléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, nyomozó főosztály, életvédelmi osztálya, hanem a központi nyomozó főügyészség, a fővárosi ügyészség kiemelt és gazdasági ügyek osztálya, valamint a legfőbb ügyészség kiemelt és katonai ügyek főosztálya is essen vizsgálat alá. Ugyanis ebben a mocsokban, abban, hogy elutasították az én feljelentésemet, vagy nyomoztak az én ügyemben, ez a négy szervezet mind-mind benne volt, és mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon te vagy te, ne úgy legyél elbírálva, mint ahogy a Csányi, vagy a Gera Antaló, vagy a többi, a Patai, meg az összes többi mocsok. Meg ne is beszéljünk a politikusokról, akik most már felsőbbrendűnek képzelik magukat. Hát ennek vége Magyarországon. Mondhatjuk azt, hogy persze törődjünk bele, mindig így volt, na de nem így volt. És hogy mennyire nem fogadjuk el ezt, aki nem olvasta, annak itt felolvasom a végét, az utolsó bekezdést. Jelen panasz beadásakor demonstratív céllal megjelenő több személy jelenléte alátámasztja azt, hogy itt már nem fogadjuk el a jogérvényesítő szervek azon gyakori hivatkozását, miszerint az előnyösebb testi adottságokkal rendelkező erd könnyebben ki tudja elégíteni szexuális igényeit. Ennek vége? Itt nem működik tovább az, hogy az erősebb kutya baszik. Itt a nép fogja megtenni azt, amit szeretne, mert ebből elegünk volt. Mondhatnánk azt, hogy most itten nem tudom hányan vagyunk, meg se számoltam, de ennyi ember van, aki elég bátor ahhoz, hogy megmerje tenni, kimerje mondani, és azt merje mondani, hogy elég. A többiek otthon öngyilkolják magukat, verik a családjukat, vesznek össze a munkatársaikkal, ahelyett, hogy ide jönnének, és elmondanák, hogy ennek itt vége Magyarországon. Úgyhogy itt most átmegyünk a másik oldalra, amíg én bemegyek, addig majd megkérem, hogy itt a többiek vegyék át nyugodtan a hangszorot és beszéljetek, mondjátok el, hogy miről van szó, de mielőtt elindulunk, én szeretettel köszöntöm a rendőrség alkalmazottjait és a rendőrség tagjait, akik itt vannak és biztosítják a mai rendezvényünket. Nagyon fontos az, hogy a rendőrséggel ugye a harcunk során gyakran találkozunk.
Az első ilyen, és azt gondolom sorsfordító volt, amikor nagyon találkoztunk, leginkább a készenléti rendőrség munkatársaival, az a Kápolna utca tavaly nyáron. Ott sok minden más megváltozott, Kápolna utca ott semmi nincs úgy, mint ahogy előtte volt. A Kápolna utca után jött egy Béla utca, és utána azt vettük észre, hogy a rendőrség érti, hogy mit akarunk. Érti. A rendőrök ugyanabban a szarban vannak mindig, és ugyanúgy utálják azt, amikor azt mondják föntről, hogy a mozgalmat téged, vagy éppen engem el kell kaszálni. Értik azt is, hogy a Fricit nem kellene elkaszálni, mert teljesen jogosan tette, amit csinált, de egyelőre a fizetéspapírt ezek a mocskok írják alá, illetve a bankok és az oligarchák vezetői döntik el, hogy ki maradhat szolgálatban. Tudjuk ezt mi, és nem is azért vagyunk itt, hogy a rendőri állományt tisztáljuk, azt a helyzetet szeretnénk megváltoztatni, hogy az oligarchák és a poligarchák utasítsák a rendőrséget. Nem, ez nem fogadható el. A rendőrség a népre esküdött, azokra az emberekre, akik minden nap dolgoznak és teszik azt, amit tenniük kell, nem arra, hogy amit a Csányi mond, nincs benne az esküben, én nem találtam olyat, hogy egy politikusnak kell megfelelni, nem, szó nincs erről. Amikor én a katonai eskümet letettem, én is a népre esküdtem. Egyszer sem volt benne Kádár elvtárs, vagy a többi, nem is tudom, hogy hívták őket. Nem volt benne. Sőt, a helyi pártitkár sem volt benne megemlítve, és nem is esküdtem rájuk egy percig sem. Én hiszem azt, hogy a rendőrség sem ezt tette. István majd biztos, mert nyilván ő is fog beszélni, amíg én bemegyek, el fogja mondani, hogy milyen nyakelvágásra ki hogyan számíthat, hogyha mit csinál, vagy mit nem csinál. Nyilván ez arra vonatkozik, hogyha valaki ezt a korrupciót tovább támogatja, de én bízom benne, és hiszem azt, hogy Magyarországon az alkotmányos jogok, még ha most tákolmánynak is hívjuk, azok érvényesülni fognak. Ezt így nem lehet tovább eltűrnünk, mert ezek az összefonódások, a gerák, a dócsok és az összes többiek, akik jó haverok, azok ki fognak minket csinálni, ha nem lépünk fel. Jó, akkor én az a kérdésem, hogy menjünk át a másik oldalra, gyertek vele, és akkor ott én át is fogom adni a hangszórót, és bemegyek, megnézzük, hogy kapunk-e pecsétet a panaszunkra. Jó, menjünk el, ez kérdés.